Köszöntök mindenkit a mai testületülésen. Most már teljes a létszám. Az első napirendi pontunk döntés a közbeszerzési eljárás eredményéről, következő az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 március 1-én rendelt meg a módosítása. A harmadik napirend ugyanennek a költségvetésnek a végrehajtásáról szóló tájékoztató a 3/4 éves időszakra vonatkozólag, 2017. évi költségvetésnek a koncepciója, Dunaraszti Jókai utca 36 számolti ingatlan közterület céljára történő megvásárlása, vízi közműködési fejlesztési terv módosítása, beszámoló folyamatban lévő peresügyekről, beszámoló a város helyi esélyegyenlőségi programjának a végrehajtásáról, iskolák állami működtetésbe vétel összefüggő megállapodás és vagyonkezelési szerződés megkötése, és van egy 10. napirendi pontunk, amit nem küldtünk meg, de ezt majd Hajdú Zsolt szóban előterjeszti, és erre az egy napirendi pontra zárt ülést szeretnék elrendelni, és ez a pedig a kiváló pedagógus díjnak az adományozásáról fogunk dönteni, vagy nem dönteni. Van-e valakinek kérdése a napirendi pontokkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor aki elfogadja ezt, illetve a sorrendet, azt kérem, hogy készülőben is jelezze. Köszönöm, mindenki elfogadta. Én azért beszámolnék a két testületi ülés között eltelt időszakban megtörténtekről. Ugye, 16. évi leltározás megkezdődött októberben. Az első ütemében nyilvánvalóan az iskoláknak a Dunaraszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola, Körsi Csoma Sándor Általános Iskola és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Dunaraszti Alfokú Művészeti Iskola, Bakta Ervin Gimnázium, Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Szigetszent Miklósi Tagintézménye, Dunaraszti telephelye létrehozása történt meg. Feleségessé vált, megrongálódott, javíthatatlan eszközöket azt leselejteztük, elszállításuk pedig folyamatban van. Elkészült lezárt intézményi leltárak 16. október 28-án megküldésre kerültek a klip felé, illetve intézményenként, nyilván ez helyrajzi számunkként részletesen felsoroltuk az eszközöket bruttó és nettó értékkel. A területi gondozási központhoz tartozó konyhák feleségessé vált, leselejtezett eszközei elszállításra kerültek. Külterületi személygyűjtésre került sor. A csatorna partján az 51-es főút, a Fecskefűz utca, a Homoktövés utca, Irinyi utca, a Lomb utca és egyéb mezőgazdasági területek mellett lévő földutak mentén 100 köbméter töltőanyag felhasználásával Kandó, Baros, a Fecskefű, illetve a Paradicsom-sziget és a Sportsziget utcáin történt meg a földutaknak a javítása. Szondi utca közúti közterületi ingatlanjának összevonását testületi határozat alapján kezdeményeztük a földhivatalnál. Az elmű, mint vezetékű tulajdonosság hozzájárulását követően az ingatlan nyilvántartásban a változás átvezetésre került. Befejeződött a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Rákóczi utca 28 szám alatti baglyos épületben az emeleti és lépcsőházi nyílászároknak a cseréje és az érintett helyiségeknek a festése. Szintén befejeződött a városi temető rovatozó helyiségének felújítási munkája, ennek keretén belül új fényforrások kerültek elhelyezésre, elbontásra kerültek a falakat, takaró függönyök, és helyettük pedig impregnált gipszkartonborítást készítettek el textil tapéta bevonásával. Megtörtént a hetedikes fiúk körében a HPV elleni oltáskampány, lebonyolítottuk az ingyenes anyajegy, illetve a prostataszűréseket, megszerveztük az őszi iskolaszünet idején az idei gyermekészkeztetést. Sportjátszótérnek az átvizsgálása, a hibák kijavítása megtörtént, sportcsarnok közbeszerzési felhívása pedig november 21. héten, akkor ezek szerint pénteken megjelent. Kócsaga, Botond utca vízevezetése szintén elkészült. A klikkel a külön megállapodás és a vagyonkezelői szerződés tervezett egyeztetés alatt van. Dokumentumnaptár.hu munkatársai áttekintették a kötelező elektronikus közzétételi feladatok ellátásával kapcsolatban a hivatali közoldalt, az oldalon található közzétételi adatait és a regisztrációt is mindent rendben találtak. Van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Nincs, akkor aki elfogadja, az kérem, hogy emelje meg a kezét. Köszönöm szépen. Mindenki elfogadta. Az első napirendi pontunk döntés közbeszerzési eljárás eredményéről. Oké. Köszöntöm a tisztelt képviselő testületet. Dunaraszti város zöld területének karbantartása, közterületek tisztántartása tárgyában közbeszerzési ajánlati felhívás jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában 2016. október 6-án. Ez egy nyílt eljárás volt, amelynek az ajánlattételi határidejéig, azaz 2016. november 14-én 10 óráig 2 darab ajánlattevő nyújtott be ajánlatot. Mind a két ajánlattevő esetében hiánypótlásra volt szükség. Az Everling építőtermelői szolgáltató Kft. Az
az előírt hiánypótlási határidőig, azaz 2016. november 21-én nem pótolta az előírt hiányosságait. A hiányosságok között szerepel többek között az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a nem megfelelő kitöltése, az ajánlattevő nem rendelkezett környezetvédelmi minősítéssel, illetve nem nyilatkozta le a jogerős hulladékgazdálkodási engedélynek a meglétét. Továbbá egy olyan hiányosság is felmerült az ajánlattevővel kapcsolatban, ami az úgynevezett ajánlati biztosíték, ami a közbeszerzési törvény alapján nem hiánypótolható, ezért a bírálóbizottság az ajánlattevő ajánlatát javasolta érvénytelennek nyilvánítani. A másik ajánlattevő esetében, a Zöld Korona Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft. Esetében a hiányok megfelelően hiánypótlásra kerültek, az előírt alkalmasságnak az ajánlattevő megfelelt, ezért bírálóbizottság javasolja az ajánlattevőt érvényes és egyben nyertes ajánlattevőnek kihirdetni. Okay. Azzal egészíteném, hogy 6 vették ki a felhívást, 2 adták be, és a 2 ez a bírálóbizottság javaslata. Van-e kérdés? Nincs. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestület a Dunaraszti város zöld területének karbantartása, közterületek tisztántartása tárgyban megindított közbeszerzési eljárás nyertesének 2017. január 1-től 36 hónap időtartamra a Zöld Vonala Kft-t jelöli meg, évi nettó 99.973.141 forint összegben. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyertes ajánlattevő való vállalkozási szerződés megkötésére. Aki egyetért vele, kérem, hogy készen is jelezze. Igen? Ja, bocs, tényleg név szerint van. Mindig elfelejtem, akkor... Igen. Ki olvassa? Hát mivel nincs itt a Marion, ezért menjünk sorba, és akkor jó, okay. A Gabitól kezdjük, jó? Jenő? Igen. Köszönöm szépen. Oké. Okay. Következő napi rendi pontunk az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szól 3/16, 3. hónap elsői rendelet módosítása napi rendi pont. Elnök úr, a szó. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, ugyanis a pénzügyi bizottsági ülésen érdemi vita nélkül fogadtuk el és ajánlottuk elfogadásra a testületnek a napirendi pontot. Úgy tűnt, hogy az előterjesztés nagyon részletesen tartalmazza mindazt, amiről ma döntenünk kell, hogy nem volt vita erről. Köszönöm szépen. Köszönöm. Egyéb hozzászólás? Nincs. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete megalkotja az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016 március 1-i rendelet módosításáról szóló rendeletét. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelemelés jelezze. Köszönöm. Mindenki egyetértett. Következő a költségvetés 3/4 éves időszakra vonatkozó beszámolója napirend. Szintén elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottság ülésen megállapítást nyert azt, hogy a bevételeinket túlteljesítettük 3/4 éves időszakra vonatkozóan, és a kiadásainkat pedig alul teljesítettük. Ez feltehetően annak következménye, hogy ugye évelején a költségvetést az óvatosság elve szerint fogadtuk el, egy kicsit túlterveztük a kiadásokat, és aláterveztük a bevételeket. Ezt a előterjesztést is egyhangulag elfogadásra ajánlja a testületnek a pénzügyi bizottság. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van egy kérdés? Horváth Jönő, a szó. Köszönöm. A Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta ezt a napirendi pontot, és ott a bizottsági ülésen felvetettem, hogy az inkasszó az a jogi személyek esetében és a magánszemélyek esetében is nem valami jól alakulnak, tehát az a magatartás, hogy az emberek nem fizetik be azt a pénzt, amit be kellene, hogy fizessenek, bizony meglehetősen alacsony ez az összeg. Jegyző úrtól megkaptam a választ, hogy ez a NAV-hoz utalták, és majd reméljük, hogy előbb-utóbb be fog ez a pénz folyni az önkormányzathoz, mert például a magánszemélyek esetében ez 30 millió forint, ami még mindig kint van, és azért avval sok mindent tudnánk kezdeni. A másik, még ami nagyon lényeges, hogy ennél a napi rendi pontnál ugye két határozati javaslat van. Nagyon fontos a másik, mert az 2017-ben az önkormányzatnak meg kell csinálni, és erre is pénzt be kell termezni. Ez a többletbevétel, a 2016-os évi többlet adó többletbevételből fog majd
megoldódni. Ez egy olyan 5 millió körüli tétel, valamivel több, mint 5 millió forint. Köszönöm szépen. Majdnem 6 is, annyira azért nem fontos, csak kötelező. Oké, van még kérdés? Nincs? Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete jóvá hagyja Dunaraszti önkormányzat 2016 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3-4 éves időszakra vonatkozó tájékoztatóját. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelemes jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete úgy dönt, hogy az önkormányzati adóhatóság által kibocsátandó adóbevizetési értesítők, határozatok és csekkek helyben történő nyomtatásának feltételeit 2017 évtől megteremti. Ennek érdekében a Dunaraszti polgármesteri hivatal a 16. évi költségvetésben az előterjesztésben felsorolt eszközöket veszi meg, és ennek a beüzemeltetés és testüzem költségének fedezéséül összesen 5.859.400 forint előirányzatot biztosít a 2016. évi adótöblet bevétel terhére. Aki egyetért ezzel, kérem, hogy készfelemes jelezze. Köszönöm, ezzel is mindenki egyetértett. Következő évi költségvetési koncepció napirendi pont. Szeretne valaki ehhez hozzászólni, már emelés elnök a mikrofont, és megadom a szót. Köszönöm szépen. A költségvetési koncepcióval kapcsolatosan három dolgot emelnék ki. Az egyik kiemelendő, hogy nőtt az elvonás mértéke előirányzat szerint a 2017 évben, mármint az állami elvonás mértéke. A másik kiemelendő dolog, hogy sajnos úgy tűnik, hogy a MÁV-alsón a tervezett útépítés nem tudjuk annak megfelelően megvalósítani, ezért a költségvetésben másképpen vagy más tervet kell beállítani. Ugye mindenki tud róla, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal építése miatt nem adnak építési engedélyt. Ugyanakkor van arra lehetőség, hogy más módon szilárd burkolattal tudjuk ellátni azokat az utakat, amiket megterveztünk. A következő megjegyzés egy örömhír a kispostáért aggódóknak, mint minden más jelenlegi kötelezettségünk, 2017 évre a kisposta is szerepel a költségvetési koncepcióban. Rossz hír, hogy a posta nem hajlandó ezt finanszírozni, és nekünk kell. Egyébként pedig a koncepciót elfogadásra ajánlja a pénzügyi bizottság egy hangulat. Köszönöm szépen. Egy kis pontosítás, nem biztos elszületem, tehát nem a Mávalsó útja, hanem a vasútvonal melletti két utca, ami az első két helyen szerepelt, arra nem kapunk építési engedélyt. Mávalsóban is van probléma, de az más jellegű, de azt találunk rá megoldást egyéb úton. Hajdú Zsolti a szó. Köszönöm szépen. Általánosabb jellegű hozzászólás, nem annyira személyhez kötött. Azt szeretném köszönni igazában, hogy ez az előterjesztés egyrészt a bizottságunk profiába vágó összes kötelezettségvállalás pontosan tartalmazza, ezt láttuk, és ezzel ugye számoltunk, és ezt a város lakossága is követhette az elmúlt testületi üléseken, amikor sportcsarnokra, úszodáról kapcsolatban a testület mondjuk nagyobb volumenű kötelezettségvállalásokat tett. És ezek nyilván itt vannak a kitűzött feladatok között, és azt is, hogy tartalmazza mindazokat, amelyek egyébként Dunaraszti, és talán ez is tájékoztató és fontos azoknak, akik hallgatják ezt az ülést, vagy nézik, hogy azok a támogatási formák is be vannak építve, amelyeket ugye az elmúlt évben főleg Dunaraszti civil szférája támogatásként megkapott. Így a bizottságunknak is, és ezt köszönettel vettük, azok a támogatási lehetőségek, amelyek egyébként attól függetlenül, hogy állami fenntartásba kerülnek az oktatási intézmények, az óvodáink mellett, amelyeket mi tartunk föl, megmaradtak, és a bizottság keretében ott vannak, és azokra majd tavasszal remélhetőleg úgy szintén lehet pályázni. Én a bizottságülésen azt kérdeztem, vagy legalábbis mondtam, ugye itt jegyző úr és polgármester is ott volt, hogy a kötelező feladatainkat kell alapvetően 2017-ben is ellátni, és az önként vállalt feladatoknak a dolgait szükséges felülvizsgálni, mennyire lesz ez szükséges, de hát azt a választ kaptam, hogy talán nem, mert mindig jól gazdálkodott az önkormányzat, legalábbis úgy állítja össze a költségvetését, hogy ezek tovább folytatódhassanak, úgyhogy ebben bízunk mi, és a bizottságunk elfogadásra javasolja ezt a koncepciót. Egy mondat így, ami, ahogy mondtad, a sportcsarnok került szóba, ma értesültem róla, hogy megszavazták és megkaptuk határozatot a TAO következő fordulójára, úgyhogy ha nézi valamelyik cég az adást, akkor lehet fizetni be a DMTK-nak. Jegyzünk ki egy szót. Igen, egy
tétel, egészíteném ki a koncepciót. Bizottságülésen napképviselő úr feltette a kérdést, hogy a járulékcsökkentéssel számoltunk-e a kiküldéskor. Még nem, mert még nem voltak pontos számaink. Most számoltunk, és a 140 főre a városi alkalmazottak számára kikalkulálva a járulék, az 5% pontos járulékcsökkentés, az összességében éves szinttel 4,5 millióval kevesebb, mint a minimálbérre történő kiegészítés, mert erre nem kapunk semmiféle pótlékot, tehát ez úgy nagyjából egálba van. Ha nincsen kérdés, akkor a határozati javaslat a következő. Dunarasztai önkormányzat képviselőtestülete jóvá hagyja az önkormányzat 2017. évi költségvetési koncepciójában felhozott irányelveket, és elrendeli ezeknek az elveknek, valamint a szakbizottságok csatolt véleménye szerint 2017. évi költségvetés első olvasat formájú összeállítását. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készül, és jelezzem. Köszönöm, mindenki egyetértett. Dunaraszti Jókai utca 36-os szám alatti ingatlan közterület céljáról történő megvásárlása napirendi pont. Beszéltünk erről, én ezt azért is nem nagyon szoktam hozzászólni az előterjesztéshez, de sekhez, de itt meg kell, hogy tegyem, szerintem ez egy nagyon fontos dolog. Nem csak annál az iskolánál, tehát nem csak a körös iskolánál, a többi iskolánál is ez probléma, de itt ezzel szerintem egy olyan lehetőség nyílik meg az önkormányzat számára, amivel a közlekedési nem amáliákat, hanem anomáliákat meg fogjuk tudni oldani, vagy valamilyen szinten orvosolni tudjuk. Van-e valakinek kérdése? Horváth Jenő, a szó. Köszönöm. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést. Igen, és ez egy nagyon fontos előterjesztés. Tudjuk nagyon jól, hogy az egy nagyon ominózus gócpont ott a körös iskolánál voltunk kint, megnéztük annak idején a bizottság, és próbáltunk mi is gondolkodni azon, hogy mit lehetne csinálni. Ez egy nagyon jó dolog, ha sikerül ezt a telket megvenni, megnagyobbodik az a tér, és több variáció volt, ami fölmerült annak idején, amikor tárgyaltuk ezt a közlekedési koncepciót, akkor akár a körforgalom is talán megvalósítható lenne, úgyhogy mindenféleképpen. Ja, és a legfontosabb, amit tulajdonképpen jegyzőurabizottsági ülésen is említett, hogy az a trafó, ami nagyon rossz helyen van, az erművel való tárgyalásnál felmerült a lehetőség, hogy meg lehet oldani, hogy tulajdonképpen a föld alá helyezik, és akkor egy hatalmas nagy idézőjelbe tér a terület alakulott ki. Köszönöm. Ja, bocsánat, igen, és a Városfejlesztési Bizottság egyhangú igen szavazattal elfogadása ajánlja a testületnek. Köszönöm. Köszönöm. Nincs egyéb hozzászólás, akkor a határozati javaslat a következő. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete közterület céljára megvásárolja Dunaraszti 4555 helyrajzi számú, természetben a Jókai utca 36 számú kivett lakóház udvar megnevezésű 460 négyzetméter nagyságú ingatlan 18 millió forintért. A képviselőtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a vételelfedezetét az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében biztosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készfelemel is jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Vízi közmű gördülő fejlesztési terv módosítása napirendi pont, van-e valakinek kérdése? Nincs. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestület a város vízi közmű rendszer gördülőfejlesztési tervének módosítását, felújítási pótlási részlettervét és beruházási tervét jóváhagyja. Egyúttal meghatalmazza az Észak-Dunántúli vízi közmű ZRT-t, mint szolgáltatásért felelős, hogy a beruházási tervet a Dunaraszti önkormányzat nevében eljárva a Magyar Energetikai és Közműszabályzási Hivatalhoz határidőben nyújtsa be. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy készüljön és jelezze. Köszönöm, mindenki egyetértett. Folyamatban lévő peres ügyekről való beszámoló. Van-e valakinek kérdése a beszámoló kapcsolatban? Nincs. Akkor, aki elfogadja azt, azt kérem, hogy készfelemel is jelezze. Köszönöm. Beszámoló Dunaraszti Város helyi esélyegyenlőségi programjának a ciklusa, illetve az eddigi eltelt időszakra vonatkozó végrehajtásáról. Van-e valakinek kérdése? Horváth Jenője, szó. Köszönöm. A Szociális Egészségügyi Bizottság tárgyalta ezt az előterjesztést, és egyhangú igen szavazattal elfogadásra ajánlja a képviselőtestületnek. Köszönöm. Köszönöm. Más kérdés? Dunaraszti önkormányzat képviselőtestület a Dunaraszti Város helyi esélyegyenlőségi programjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy készfelemel jelezze. Köszönöm szépen.
utolsó előtti napirendi pontunk következik, az iskolák állami működtetésbe vételével összefüggő megállapodás és vagyonkezelési szerződés megkötése. Egyben köszöntöm nálunk a megjelent tanköveti vezetőt, dr. Páros Anna Máriát, aki megérkezett, gondolom el ennek a napirendi célnak a kapcsán tette nálunk a tiszteletét. Van-e valakinek kérdése, vagy szeretne valaki hozzászólni a napirendi ponttal? Hajdú Zsolti a szó. Köszönöm szépen az Oktatás, Művészeti és Sportbizottság természetesen, mint ezzel a kérdéssel kötelezően foglalkozó bizottság tárgyalta is az előterjesztést. És nyilván annyit talán érdemes a televízió nézők tudomására is hozni, anélkül, hogy nagyon messziről indulnánk el, hogy érezhették, hogy 2013-ban már történt egy változás, amikor ugye a fenntartás és a működtetés külön vált. Most, ha le akarjuk egyszerűsíteni, akkor a működtetés feladatai is, ugye a január 1-től már csak Lébezbe központként működő intézmény fogja ellátni. És tulajdonképpen ennek az előterjesztésnek ugye a lényege az, hogy az eddigi működtető önkormányzatok vagyonkezelési szerződést kötnek az iskolákkal. Ez az előterjesztésben nagyon pontosan elő is van vezetve, és látjuk azt, hogy és hallottuk a polgármester úrtól is, hogy békés tárgyalások folytak a tankerület és a Dunaraszti önkormányzata között. Én nagyon örömmel hallom, hogy itt folytak tárgyalások, és hogy ezek tényleg részletre kiterjedőek voltak, mert azt hiszem így lehet eldönteni dolgokat. És egyetlen egy kérdésem, amely polgármester úrnak arra irányul, de tulajdonképpen erre is félig meddig választ kaptam. És hallottam, hogy a Klik vezető asszonyának az igazgatókhoz intézett felhívását, miszerint menedzser szemléletű vezetőket vár majd el az iskolák élén, ami azt jelenti, hogy nyilván valami fajta hasznosítás is van. Ez egyébként nem teljesen újdonság ez, hiszen korábban is volt lehetőségük az intézményvezetőknek, hogy ugye bérbe adjanak bizonyos dolgokat. Ez nálunk, ahogyan nyilván ön is értesült, hogy a sajátos módon működött, és nekünk ezért is fontos, mert a Dunaraszti MTK, amely egy nagy sportszervezet, több szakosztályt működtet, illetve más olyan civil szervezetek, amelyek egyébként az oktatási intézményeinket használták, továbbra is számítanának arra, hogy itt az intézményen belül maradhatnak, és azokat a termeket, tornatermet, sportcsarnokot, de egyéb kisebb helyiségeket is továbbra is tudnak. Én úgy látom, hogy ennek az előterjesztésnek ez része, és akkor ez az, ami bennünket, a bizottságot is valamint is megnyugtatta, hogy innentől kezdve ugye majd az intézmény vezetőkkel lehet akkor ezeket a dolgokat megbeszélni, és akkor a bérlést ugye gyakorlattá változtatni, illetve talán azt is, hogy nagyvonalúan talán a városnak is lesz még lehetőség arra, hogy adott esetben akkor igénybe vegyen. Ez egyszerűen természeti adottság, hogy ezeket a létesítményeket kell használnunk bizonyos dolgokra, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a tárgyalások akkor ilyen módon alakultak. A bizottság egyébként az előterjesztést támogatja, nem tud más sem tenni egyébként. Kücsön Sándor, a szó. Köszönöm szépen. Pénzügyi bizottság ülésen is foglalkoztunk az előterjesztéssel. Nem fogom elmondani minden részletét a bizottság ülésnek, csak néhány dolgot emelnék ki. Előrevetítve azt, hogy jelentős vita bontakozott ki ennek kapcsán. Ugyanis rengeteg gond és probléma merült fel az elmúlt időszakban a működtetéssel kapcsolatosan, amit természetesen a település megoldott és a város megoldott, és kifejezetten nem örültünk annak, hogy most újabb átadás, átvételre kerül sor. Ugyanakkor pedig a város törekedett arra, hogy egy tiszta képpel kerüljenek ezek átadásra, és köszönet illeti a dolgozókat azért, hogy végig csinálták ezt a nagy munkát, minden leleltározásra került, és így kerül átadásra. Volt olyan, aki azt mondta el a pénzügyi bizottság ülésen, hogy teljesen felesleges nekünk erről a dologról szavazni, ugyanis mindenképpen át kell adni ezeket az eszközöket, és ilyen módon akár a testületülésen való szavazás is felesleges, mert az átadás átvétel meg fog történni. Ezzel együtt a vége az lett a dolognak, hogy 3 igen, 1 nem is egy tartózkodással elfogadtuk azt, hogy átadásra kerüljön, és a szavazás után a polgármester úr alá tudja írni ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, rövid ennyi. Igen. Szavazni semmiképpen nem fölösleges, mert ezzel rögzítjük azt, hogy mit várunk el ettől a szerződéstől. Nem, hát látjuk, tehát, hogy mi ennek a tartalma, és mindez, amit a képviselőtestület jóvá hagy, mert ha mondjuk elfelejtettek volna valamit, akkor most lehetne akár figyelmeztetni arra, hogy valami nem történt, meg mondjuk
az ingatlanban lévő központi berendezések és ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek működőképes állapotának biztosítása, stb. Ami a vagyonkezelésnek a része. Éppen valamilyen proform, én értem egyébként a megjegyzésedet, hogy ez egy olyan folyamat, amely egyébként nem mi döntöttük el, hogy így történjék, a részleteid bizonyos fokig lehet. Jó, akkor most megadom. Gondolom nem kezdtek egymással. Csak egy mondatot szeretnék mondani. Köszönöm szépen. Ott voltál Zsolt a pénzügyi bizottság ülésen. Nem én voltam, aki ezt felvetettem. Egyébként pedig, mint pénzügyi bizottsági elnök szólaltam meg, és mondtam el, hogy nagyjából mi történt az ülésen. Magam megszavaztam ezt a dolgot. Köszönöm szépen. És köszönöm a tájékoztatást. Jó. Akkor én meg azzal szeretném kezdeni, fel is írtam magamnak, Sanyi megelőztél. Én is szeretném megköszönni, aki mindenkinek ebben részt vett a munkát, nem csak a hivatalnak, az intézményvezetőknek is azért elég nagy szerepe volt ebben. Köszönöm szépen nekik is a munkát, meg nyilván a tankerületnek is. Annyit kell, tehát hogy lezárva azt, hogy mindenképpen kell összehozni, nem csak azért, mert előírták nekünk, hanem tehát azt kell tudni, hogy ezek az épületek, ezek az önkormányzat tulajdonában maradnak, és a tulajdonnal való rendelkezési jog, ez kizárólagosan képviselőtestületi hatáskörben tartozik. Igen, hát régen ezt úgy mondta, hogy a TASZ úgy jelentette, hogy szívé és hangú megbeszélések és tárgyalások folytatódnak az önkormányzat és a tankerület között, és nem csak eddig volt sok munka, szerintem ezután is elég sok munka lesz, mert azért egy-két, hiába írjuk rá, kettő szerződésről beszélünk egyébként, igazából nem is egyről, ami megadja a kereteket és ami kötelező jellegű. A másik pedig, amire Zsolt is utalt, hogy lesz egy olyan szerződés is, amiben rendelkezünk arról, hogy melyek azok a fontos sarkövek, amire mi szeretnénk ragaszkodni, és most nem dobálózva, Anna Máriaval erről mindig beszélünk, azért tényleg nem szabad elfeledkezni, hogy csak most nem is az összes, de az összes iskolára vonatkozóan ezt elmondhatnám, mert Jenő is célozta, hogy tényleg nem úgy adjuk át az iskolákat, hogy lelakva, hanem még a például a Rákóczi iskolánál a beszámolóban lehetett hallani a nyilánzárók cserétől kezdve mindennel. Az összes olyan, pedig már tudtuk, hogy nyilván nem mi fogjuk ezt a továbbiakban kezelni, vagyonkezelni, de mégis megtettük ezeket. A megállapodás pedig azért is tartom igazságosnak, és ebben nincs is vita egyébként a tankerület és köztünk, hiszen az évek során azért nagyon sok beruházást hajtottunk végre, nem titkoltan olyan céllal is, hogy a városban lévő civil szervezetek, illetve sportegyesületek, például a tornacsarnokokat, tornatermeket igénybe tudják venni, és erre vonatkozólag egyébként nyilván figyelembe véve az intézménynek, a tankerületnek és az intézményvezetőknek is a jogait, illetve az igényeit, mi is szeretnénk azt, ami a városban lévő civil szervezeteknek, illetve a sportegyesületnek az érdekei, tehát itt ezek is legyenek méltóképpen képviselve, és szerintem ezzel kevesebb probléma lesz. Amin többet vitatkoztunk, ez például azon, hogy mi a fenntartás, mi az, amit kell az önkormányzatnak kell fizetni, mi az, amit majd a tankerületnek, és nem beszélve arról, hogy nem tudjuk, hogy a központi költségvetés milyen forrásokat fog biztosítani később a tankerületnek, és akkor itt ez a elég síkos pálya, ami a jövőre vetítve elég komoly kérdéseket vet fel. Úgyhogy tényleg nem egy egyszerű kérdés, de érdemes volt erről beszélni, hogy a városban élők, illetve a tévénézők is ezzel valamilyen szinten legyenek képbe, de szerintem úgy tudjuk ezt megoldani. És köszönöm szépen Anna Máriának és a kollégáinak is. Tényleg nagyon rugalmas a tárgyalási metódus. Én beszéltem, meg olvastam más önkormányzatokról, más tankerületekről, ahol nem feltétlenül lehet ezt elmondani. Úgyhogy még egyszer köszönöm tényleg mindenkinek, aki részt vett ebben a munkában. Van-e még kérdés? Nincs. Dunaraszti önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta az iskolák állami működtetésbe vételével összefüggő megállapodás és vagyonkezelési szerződés megkötése című előterjesztést, és a 134/2016 6.-10. számú kormányrendelet értelmében felhatalmazza a polgármestert is a működés beadáshoz szükséges megállapodás és vagyonkezelői szerződés aláírására az alábbi oktatási intézményekre vonatkozóan. Dunaraszti Hunyadi János német nemzetiségi általános iskola, Dunaraszti Körösi Csoma Sándor általános iskola, Dunaraszti II. Rákóczi Ferenc általános iskola, Baktai Ervin gimnázium, Pest megyei pedagógiai szakszolgálat, Szigetszent Miklósi tagintézmény, Dunaraszti telephelye és a Dunaraszti alapfokú művészeti iskola. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kész felemeléssel jelezze. Köszönöm szépen. Ki az, aki nem ért vele egyet?
ki az, aki tartózkodik, egyfő tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta a határozott javaslatot. Köszönöm szépen, akkor most zárt ülést szeretnék elrendelni. Mindenkinek jó munkát, jó pihenést szeretnék kívánni, akik megjelentek.